Zsúfoltak a gyermek- és felnőttházi orvosi rendelők, az influenza-szerű megbetegedések megnövelték a betegforgalmat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei praxisokban is. Köhögés, nátha és láz miatt fordulnak orvoshoz leginkább, de egy hasmenéses járvány is ágynak döntötte a betegeket. Országszerte még ugyan nem mondható, hogy járvány van, de itt bizony a megyében nálunk már járványról beszélhetünk. A 49. héten Újfehértóról volt az első olyan Sentinel orvos által beküldött minta, ami pozitív lett. Egyébként nagyon örülünk a bot doktor úrnak küldött mintáknak, azért, mert ő az, aki nagyon jól diagnosztizálja, és elsősorban azt is észleljük, hogy ezek a minták pozitívak is lesznek. Na most a 50. héten észleltünk egyébként halmozódást már iskolában is, a Petőfi Sándor Általános Iskolában volt egy olyan halmozódás, ahol megint azt láttuk, hogy kijött az A-típusú influenza, illetőleg 51. héten már Kisvárdán lehetett látni, hogy ugyanúgy halmozódások vannak. Doktor, fáj a légcsövem, a homloköreg részem, mint a jogorlaton alacsöreg rész. Láza volt? Lázam nem volt. Köhöge, van-e valami? Hát ilyen száraz köhögés jellegű az van, de inkább a homloköreg, alacsöreg az nagyon feszítő fájás van benne. A panaszok többsége vírusfertőzés, mondja a házi orvos, aki hozzáteszi, nem érdemes elhanyagolni a betegséget. A több napon át fennálló panaszokkal orvoshoz kell menni, mielőtt szövődmények, tüdő vagy mellhártya gyulladás alakulna ki. A praxisokban van még influenza elleni oltóanyag, amely véd a laboratóriumi vizsgálatok által megtalált H3N2 típusú vírustól is. Az oltást még most sem késő beadatni. A védőoltás kialakulásának időtartam az 1-2 hét az influenza oltásról, hogyha beszélünk. Természetesen ajánljuk különösen azoknak, akik különösen kitett pozícióban, munkakörökben dolgoznak idős korosztálynak, egy félszolgálatosoknak, tanároknak, vagy akik tényleg sok emberrel találkoznak, érdemes, hogy felvegyék. Ez persze az összes felső légúti fertőzéstől nem véd meg ez a védőoltás, de az influenzának bizony nagyon súlyos szövődményei tudnak lenni. Ráadásul minél többen kérik a vakcinát, annál nagyobb lesz a lakosság átoltottsága, lassabban terjed a vírus és kisebb lehet a járvány. Egyébként a 15-34 éves korosztályból került ki a legtöbb beteg. Az orvoshoz fordulók 38%-a fiatal felnőtt, őket a gyerekek követik. Ezért fontos, hogy a megbetegedettek ne menjenek közösségbe, pár napig maradjanak otthon. A nyíregyházi József András Oktatókórház gyermek- és szülészetnőgyógyászati osztályain továbbra is látogatási tilalom van.